Üdvözlök mindenkit, ez itt ismételten a Revival FGC First Utens szériája a Street Fighter játékban, és itt van velem Nice One Sun, és én Spirit vagyok. Sziasztok. És ma elhozzuk nektek K. Barney és Lord Domsi mérkőzését. Igen, Domsi egy újonc most itt nálunk a Revival-ben. Ez lesz az első meccse, de látni fogjuk őt majd Strife-ba is. Bizony. Úgyhogy alaposan belevetette magát a first tizekbe rögtön a legelején. Úgyhogy most mindjárt írok is nekik, hogy megt, és kezdhetik a connection checket. Yes. Barney. Lordom. Gondolatolvasó. Nagyszerű. Én írtam nekik, hogy let's have a good match-et izéba. Ja, jó. In-game. Oké. Okay. Szerintem onnan tudták. Reméljük, jó lesz PS és PS között a connection. Mi csak spectate-be vagyunk most a két PC-n. Bizony, úgyhogy addig maradhatunk is intermission screenen. Ameddig ez a connection test lemegy. Mit várunk ettől a meccstől? Ez egy Ryu Nash lesz. Nash. Egy Ryu Nash. Ezt szerintem a Ryu nyeri meg egyébként. Igen. Papíron, de... Csak nem tudjuk, hogy Domsi mennyire erős. Egyszer játszottunk már vele, lobbiztunk velük, mikor Itachit és Lobbit meg... Itachit és Domsit megismertük. Nem tudom, hogy fogja tudni kezelni Barneyt. Ja, viszont ugye Barney se játszik túl sokat. Szinte csak Lobbit velünk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy pontosan mi lesz a szituáció. De kérem szépen, a connection check el is indult. És utána menjünk vissza a lobbyba, remélhetőleg gyorsan elkezdeni a real mérkőzést. Oké, és jól tűnik. Na addig, tedd meg a tétet! Mit vársz? Mi a tipp? Hát... Hogy is mondjam magának? Szorosra gondolom, megmondom őszintén. Mondok egy, hát mit mondjak, egy 10-8 Barneyt. Jó, én ellent fogok tippelni, akkor én szerintem Domsi fogja elhozni ezt a mérkőzést. Olyan 10-7 körülre. Szerintem meg fog nyerni. Let's go. Én örülnék egyébként, hogy egyébként a teljesen őszinte véleményem az az, hogy ötletünk sincs. Amúgy igen. Nem tudom, a Barney is hogy fogja kezelni a Ryut. Igazából mondta is már ugye most az előbb így viccesen, hogy ha Erik ellen bírja a strapát, akkor lehet, hogy itt már nem lesz gond. Nem tudjuk igazából. Ja. Én ettől függetlenül jó mérkőzésre számítok. Én is. Majd meglátjuk, hogy működik a meccsnek a dinamikája. Egy P betű, és most kezdődhet is mindjárt a mérkőzés. A real. Jöhet a show. Azért reméljük nem lesz olyan show, annyira show. Csak jó show. Nem konyhai show, csak olyan... Olyan show. Olyan show. Na jó. Úgy érzem készen állunk, úgyhogy mindjárt szépen le is lépünk a lobby aljára. It is go time. Én is mindjárt lemászok. És kezdődhet K. Barney és Domsi mérkőzése. Mi a helyzet a Fireball-al? Ugye Nash-nek van az a Sonic Boom-ja. Igen, de elég lassú. És nem tudom, hogy Total Frame-be kinyer, őszintén. De általánosságban arra számítanék, hogy itt Domsi fogja irányítani a Fireball World. De ugye, mivel itt két olyan játékosról van szó, aki azért annyira sok Street Fighter-t nem játszik, ezért nem tudom, hogy
pontosan mennyire vannak tisztában ezekkel a Fireball dinamikákkal, és mennyire vágják, hogy hogy lehet játszani egy ilyen Fireball game-et pontosan. Ugye ilyenkor ilyen szinten simán előfordulhat, hogy félnek attól, hogy valaki átuklik egy Fireball fölött esetleg, és abból nagypan is kap, és azért nem is dob Fireballt egyáltalán, tehát majd meglátjuk, hogy pontosan ki mit gondolkodik a meccs közben. Kinek mennyire megy az anti-air. Pontosan. Maradt a Ryunes. Meglepetések nincsenek. Ássuk. El is dobták az első fireballokat. Igen, igen, megkezdődött a mérkőzés. Hoppá, egy throw, és egyelőre Barney van előnyben, de beugrotta magát a sarokba. Ez nem egy ideális helyzet. Viszont kidolgozta magát egy jump-al, nem volt anti-air. Fireball talán. Tomsi oldalára, hoppá, az EX Fireball. Jó a most throw. Már tudja... Most már tudja Barney, hogy kettőt lehet dobni az EX-el, múltkor mondtam neki. Azaz? Á, most nyert, mert ez 3-7. Hoppá! Ott egy V-Trigger exclusive combo. Jumpin, és nem a sarokba landolt. Counter hit fireball. Egy throw. Guess for game. Aztán. Mi lesz szép ebből? Az első round Ryunál. Tomsi. Vagy backdash, vagy ugrás volt. Counter hit nélküli. Grounded hit. Az általában az. De szép V-Trigger láttunk Tomsitól, és ezzel meg is van neki az első round. Hoppá! EX! Moonsault át a Fireball fölött, de nem volt belőle kombó sajnálatos módon. Ez egy DP akart szerintem lenni, csak Fireball lett belőle. Nice, counter hit. Most Barneynak ez jól néz ki. Igen, és a cross-up az utal betalál, hoppá! Elrontotta a kombóját, és már is a sorokba rakták, viszont visszadobja Domsit. Valami malőr történt az offenzív oldalon. Anti-air, EX DP-vel. Sajnos csak egy hit talált be, de szépen használta a screen freeze-t az anti-air-elésre, ez egy klasszik Street Fighter taktika, és micsoda üldözés a V-Triggerrel Barney részéről, aki most méter előnyben is van. Egy-egy a roundok terén. Egyből jump-al kezd, próbát talál. Ez előről fireball, de nem volt punish. Counter hit, nem egészen jött össze a kombó. Megint betalál az EX Moonsault, ott a kombó is ezúttal. Ez közel volt az Ivy Kick. Negatív is lehetett akár on hit is, cross up meg lesz stun, és elérhető a C, hogyha nem lesz kombó drop, akkor ez ennyi is lesz. Nem használja el a C-t, és a cross up betalál. Ez nagy hiba volt. Még így is megvan a kör. Az volt, de Domsi egy még nagyobb hibát követett el azzal, hogy elrontotta a kombóját. Úgyhogy Barney számára 1-0. Frankenstein-essel, egy nagy csavarral a fejébe. Úgy van. Egyébként Frankenstein a doktor, nem pedig a szörny. És a szörnyet hogy hívják? Nincs neve, Frankenstein szörnye. Hoppá, Tatsu rögtön kör elején, de egy drop a másik oldalról is. Még lehet van neve, de nem tudom mi az. Én úgy tudom, hogy nincs. Hoppá, Monsolt. Egy a pókolgatás, egy throw. Igen. Kis lag is a felvétel. Igen, van egy kis lag. Furán néz ki most. Hoppá, kombóból nem lett conversion, sajnos. A sweep betalál, és a light kick után a medium kick is. Mesel egyébként egy elég standard taktika, hogy dobsz pár fireballt, és amikor az ellenfeled... Hoppá, ott az alsógatja. Hopp, ott az alsógatja. Az egy overhead, az EX muzzol, de megint elrontott a kombót belőle. Ez most már a második alkalom, és háromból így kettő. Nem jött össze, sajnos nem jött ki az anti-air. Másik oldalról se. Az alsógatja meghozza a bátorságot? Úgy látom. Minél kevesebb a lepel, annál nagyobb a lelki erő. Barney szép. Hoppá, nem teljesen jött ki az anti-air. Sajnos. Igen.
viszont a Fireball most betalált. V-shift. Light-ot V-shift-elt, úgyhogy így még a V-shift sikere ellenére is Tomsi volt plusz. Kiveszi a levegőből a moonsault, de nincs kombó, EXDP. Ó, ott lehetett volna a V-trigger-t aktiválni a medium kick-hitnél, de sajnos nem jött össze a confirm. És most a V-trigger átmegy a Fireball túloldalára, de nem sikerült megnyerni ezzel se a kört. Egy Fireball betalál, és ott a jump, nincs anti-air, és a medium kick. Egy-egy. Igen. Szoros lesz. Gyanús. Hogy szoros lesz. Már is kiegyenlített rögtön. Nice. Jó lesz. Lehet akár egy hosszabb videónk is lesz, úgyhogy mindenki készíts elő a popcornt. És felrákcsát. Hopp! Elkapta a moonsaultot a Fireball. Tudtam, hogy rossz azon a hitbox, de hogy ennyire. Ó, de bátran belenyomott a moonsault be a plusz ellenére. Nagyon szép heavy DP. Medium DP nem ment volna elég messzire, úgyhogy ügyesen felismerte a helyzetet Domsi, és a megfelelő antiert használta. Ez most szép viszont Barnitól. Nincs meg a cross-up. Viszont itt akár egy kombó már ölhet, sőt már egy throw is. Overheadet megpróbálta, de szépen kivédte Barni. Nem volt panis ugyan. A backthrow-val meg lesz ez a kör. Maga biztosan néz ki most Domsi. Igen, egy kicsit Domsinek megjött a lelke. Oppá, megint nem volt kombó a moonsaultból, a 3 frame-es light kick-kel abban lehet kombót csinálni, ha minden igaz. Még a nem EX-ből is. Szép counter hit. Köszönjük ezt a klasszik Ryu-t. Ott egy cross-up jump, jól kivédte Barney, de a counter hit eltalálta, nem lett belőle kombó ugyan. Hoppá, wake up, szuper. És kisvédte. Nem lett belőle TP, szuper. Cheap range-be vagyunk most már, úgyhogy óvatosan kell támadni a Barninak. Ne tartogozz azt a méter, Domsi, ez az! Ott is van, kijön a V-shift, nem jön ki a V-shift. Nem is cheap talált. Elkicsippelte. De cheap. Azért. Nice, 2-1. Barni, mit reagálsz erre? Lássuk. Talán legközelebb egy V-shiftet. Kivédte, ugyebár a szupert, de sajnos ezt V-shiftelnie kellett volna, ugyanis egyéb esetben mindenképpen találják. Milyen a V-reverzálja? Vagy ez nem jó V-reverzálozni? Átment volna a túloldalra vele, azt is lehetett volna, ugyanis nem egyből ölte meg szerencsére a szuper, mert több hites a Fireball, amit a Ryu szuperjét csinál. Most már védi a moonsaultokat. Jobban odafigyel rá, Domsi. Igen, de megint ő van előnyben, látod? Fireballokat ő nyeri. Fireballt nagyon ő nyeri. Ott egy counter hit conversion, szépen a target kombóba. Overhead is betalál. Fireball, cross-up, ebből akár stand is lehet. De úgy látom, még annyira nem komfortos számára a sima BNB-k használata. Úgyhogy a target kombót megállítja, de az EX Fireball meghozza neki ezt a kört is. Hoppá, Peri, igen. Ez egy jó taktika. Ugye a V-métert a Peri felépíti, és ezzel jól lehet a Fireball-ok ellen játszani. Főleg Nash ellen ugyanis, hogyha a moonsaultot használja, a Perivel ugyanúgy azt is el tudod kapni. Mint a Fireball. V-reversal, okos. Ugye az EX moonsault plusz, tehát hogyha V-reversalt használunk rá, azzal pressure-ből kijutunk, és garantált is. Főleg ha az elején használjuk. Ott van megint a V-méter. Csalóka ez a Silver. Szerintem több van itt a pakliban, mint egy Silver. Eddig még anti-ért annyira sokat nem láttunk, talán ezzel az igaz. Szerezhetne Barni előnyt, hogy jó sokat ugrik, ha esetleg felismeri, hogy ez egy gyenge pont. Úgy látom, ez a back heavy kick, standing light kick eddig jól működik, még egy V-reversal, és a throw it megöli Barnit. Hoppá! Fireball. Egy hit. Nice. 3-1. És egyre messze fúz el Domsi, és ráadásul nagyon magabiztosan. Igen.
Egyébként ott abban a szituációban, amikor megpróbálta Throw-val megölni Barneyt és kivéshiftált a helyzetből, akkor akár még punisholhatta is volna a V-shiftet, ugyanis a meaty throw után van ideje az embernek megütni a V-shiftet recovery közben. Szóval azért én nem féltem Barneyt, mert ez egy, mégiscsak egy... Mégiscsak egy? Egy jó fighting game játékos, jó ideje, sok fighting game-mel játszik, úgyhogy szerintem azért még itt... Lehetnek változások. Így van, lesz még itt változás. De most egy jump in megvan. Tomsi részéről az overhead megint. Hoppá, betalál most a moonsault. Most a moonsault nyer. És ez a sweep punisholni fogja a védőaktivését. Ó, oh, megint a combo drop, ráadásul spectator pont laggolt, nem tudjuk, hogy meccs közben ez így volt-e, szintén. De abból talán meg is lett volna aztán. Ó, oh, jó próbálkozás volt a punishra, de nem jött össze. Ez plusz. Az EXDP-vel úgy döntött, hogy kitörik belőle. Ó, oh, szép backtest a throw ellen. De megint eltalálta a moonsaultot a fireball, ami elég sajnálatos. És Domsi nagyon bátran belenyomkodott ismételten a moonsaultba, annak ellenére, hogy plusz 1 vagy plusz 2, most hirtelen nem vagyok benne biztos. Nem csak akkor, hogyha a V-skill-el becsárgyolja? Nem, a V-skill-el nem a moonsaultot csárgyolja, hanem a másik special move-ját, a rugásokat. Oké, okay, ez plusz 3 viszont biztosan. Igen, ezt szeretném Barneytól többet látni, ha esetleg betalál egy moonsault on block, akkor light gombokkal folytatni, bár mondjuk nyilván a plusz 3 EX után lehetséges másképp. Domsi viszont megint előnyben van ebbe a körbe. Szép punish a fireballra, de nem lett belőle punish a V-triggerrel. És Ryu számára is elérhető a V-trigger, sweep activate mindjárt jön, nem? Csak simán, próba. És innentől kezdve nagyon nehéz megnyerni ezt a kört. Hoppá, de ezzel a kombóval akár meg is lehet. Van. Szép jump in, megint ne! Pedig egy EXL! Pedig egy EXL! De így 4-1. 4-1. Let's go, Barney! Közelebbi mérkőzésre számítottunk, na! Barney nem is játszik más karaktert, úgyhogy nem valószínű, hogy... Fogunk látni váltást, igen. Igen. Megint az overhead, és a medium kick. Ott egy overhead attempt ismét, a sok ugrás. Lehet, hogy Barneynak is rájöttek a gyengéjére. Igen, ott egy target combo. Ah, kirúgják az EX moonsaultot a levegőből, crash counterjük a fireballt, és közel vagyunk a stunhoz. Ez egy masszív első round. Igen. Abszolút Domsi oldalának játszik a lendület. Tud kezdeni ezzel a flow-val Barney. Egyelőre nem tudjuk, de még a drop ellenére is betalálnak jumping. Á, illetve ezeket a talált moonsaultokat kombóba vált adni. Hoppá, EX Fireball. Kidobják Domsit a pressure-ből. Viszont most a V-Tiger ott van, plusz 3. Á, én pedig egy EXDP-re számítottam. Knockdown, nem quick rise-ol Barney sajnos. Anti-air se volt. Pedig egyébként a Crouching Medium Punch nem olyan rossz szám. Ez egy cheat. Nem, most nem, nem egészen. Meg szerintem túl is élte volna, volt elég HP-ja. De az R2R interakcióból Domsi jön ki jobban, és 5-1-re elhúz ebben a mérkőzésben. Ráadásul rendkívül gyorsan játszanak mindketten, úgyhogy eddig nem telt el túl sok idő. Az FT10 kezdete óta. Marad a pörgős tempó az eleje óta.
Abszolút. Egy sweep. Egy wake up heavy DP. Elrontotta sajnos Barney a meetit, úgyhogy a wake up DP eltalálta. Ott egy V-skill, így már plusz. De nem baj, Domsit nem érdekli. Szép az anti-air. Nagyon érzi a ritmust. V-tiger át. Nice volt az activation, de... De nem lett belőle a kombó ismét. Igen. Kár érte. Egy V-reversal és így egy hit is elég. A Grey Health miatt. Mintha proféta lennék. Ja, meg is lett az egy hit. Ennek a fireballok. Át de az EX-el szépen rajta. De a fireball. Hoppá, counter hit conversion, meg volt az első két hit, de utána nem jött a többi. Itt viszont befejezte a target kombóval. Kombórontás, és bedobják a sarokba. Ebből juss ki. Nem kell kijutni, Barney beugrik, de kidobják ismét. Ez egy fura jumpin volt, az engem is eltalált volna, úgy nézett ki, mintha egy cross-up lett volna, és a stunnal meg is lesz ez a kör. Jaj. Barney elengedte a kontrollert? Hát. Kidroppolt a kombó, de ennek ellenére meglett a 6-1. Domsi számára. Akinek úgy látom, az egy alsógatyás kör elég volt ahhoz, hogy a maga biztosságát meghozza. Igen. Azóta tart a lendület. Nek a fireball, egy moonsault, szép bait a DP-n, de túl messze volt sajnos. Most jó az R2L, nice. És a throw. Ott lehetett volna egy anti-air lehetőség. Sajnos nem jött össze. Talán megint az overhead, aztán rögtön a low. Szépen átugrott az EX fireball fölött, de egy kicsit túl mélyre. Nagyszerű, át fölötte, meg is van a kombó. Egy kis métert ellop Ryutól. Megint, de nem egészen megy át fölötte, inkább troll. Közel vagyunk eznek a ránnak a végéhez. Ajaj, ez nem jó ez a back throw. Bétig erre ki a sarokból. A trade-del Domsi nyeri a kört. Bizony. Szépen tartunk a 7-1 felé. Igen, hoppá, egy sweep, ami nincs punisholva. Anti-air a moonsault ellen, hoppá! És egy counter hit conversion, két medium punchba. Szépen bedolgozza Barnit a sarokba. A klasszikus string, ez a back heavy kick egyébként úgy tudom nem plusz. Szóval... Barnit talán csak nem a megfelelő gombot nyomja meg utána. De gyorsan ránézek, nehogy hülyeséget mondjak. Én úgy tudom, -2. Jó a tech. A fire robot talál. A back heavy kick bizony -2, úgyhogy... És megint. Az, hogy Barney nem szedi vissza a körét utána, az sajnos egy hiba. És ezzel meg is van a 7-1. Hát igen. Erre nem tudom, mit mondjak. Én sem. Egyikünk se számított ekkora... hogy is mondjam, blowoutra. Igen. Elég szolid egyébként a Ryu-ja, hát Barney kicsit két el van veszve. Igen. Oké, mondtad, hogy eleve jó Ryu-nak ez a matchup, de... Én úgy tudom. Nyilván nem játszok egyik karakterrel se közül a kettő közül. Első gondolatra Ryu-nak kedvez. Overhead ismét talál. Ló is betalál. És a hitek az R2R. Viszont szép volt a tech. Most jön a Ryu V-tigeri. Jumpin nem egészen jött össze, és megint egy hitre vagyunk a végétől. De kettő lesz belőle, mert a back heavy kick második hitje meg a fireball. Fogja elhozni ezt a kört. Hoppá, egy EX fireball.
rengeteg helyet kap a Ryu ettől a fireballtól, ha betalál. Volt megint anti-air-sajnos Barney részéről, ezt nagyon fel kéne erősíteni pedig. Hoppá, jó volt az EX Fireball ismételten. Szólt plusz 3. EX Moonsault. Nem nagyon használják ki a Barney, ez plusz 3. Most ott van egy lehetőség, hoppá, de sajnos nem jut össze a kombó. Igen. Nem baj, nem lett punisholva. A light side. Air to air. És megint combo drop, ezúttal összejött a punish is. Barneynak nagyon szüksége van erre a körre. Ott egy dash, itt a lehetőség, vétége is van. Á, de az EXDP! És már is 8-1 az eredmény. Igen. Kár érte. Ez most egy közeli round volt Barneynak. Nem tudom melyikőjük mennyit készült erre a meccsre, de... azért... Domsinek megvannak a kombók. Igen, közben megnéztem a moonsaultokat, a light az plusz 1, a medium az plusz 2, a heavy kick pedig plusz 3. És ha crouchol-va blokkolod, akkor mindegyik 2 frame-mel jobb. Tehát abszolút ki lehet ezeket a moonsaultokat használni. Úgyhogy Barney, nézd majd át a frame datát. Oké, okay, most talál. Plusz 3. Ó, ott a combo. Egyszerű. Hol volt a conversion? A light kick side-ba. Úgy néz ki, hal minket. Mentális vonalon. Abszolút. Viszont sajnos nincs jó helyzetben. Még egy overhead. Az overhead ismét talál. És a low is közvetlen utána, ezt a szekvenciát már láttuk párszor. Hoppá, egy EXCITEMENTRÁL-ban betalált. És visszadobja a sorokba Domsit. Hoppá, anti-air. Nekem is van EX-em. Így van. Mondja Domsi. Az AI-on meg a menet. Oké, most jó a moonsault. Ú, de sajnos látják a levegőben. Na jó az anti-air. Target combo. És egy kombó itt már ölni tud. Kivésívtel egy mínusz situációból. Vajon eltalálja Barneyt? Nem, átvágy fölötte, nagyszerű. Á, de megint nem jönnek össze a kombók belőle. Barney. Nagyon szükséged lenne ezekre a lehetőségekre. Oké, vészkill charge. Betöltött a vészkillét. Meg is van. Counter hit, jump in. Közel vagyunk nagyon. Plusz 3, EXDP akár? Nem. Ó, de az nagyon mínusz volt ez a medium size. Sajnos on block. Domsi, 9-1. Halad tovább. 9 meccset nyert meg egymás után, az első után, amiben kikapott Domsi. Barney nagyon nem szeretné megadni a 10-et is. Do the shuffle, Barney. Hoppá, ott az alsogatja az utcsó game-re. Ez most így veszélyes. A jó szerencse érdekében, viszont egyelőre nem jött be neki, hoppá. Már is a sarokhoz közel van, és HP hátrányban. Egy dash up, egy overhead. Barney most medium kick. Agresszívra kapcsolt. Úgy látszik, egyelőre működik neki. Ezek a bufferök is bejönnek, az az anti-air viszont meg lesz. Sokat sebb az heavy DP. Ott egy kombó, sajnos kicsit túl sokáig tartott azt a Fireball Domsi, úgyhogy nem lett belőle fullosan damage. De most itt a lehetőség, és közel van a stun, meg is lesz belőle. Hogyha jó kombót csinál, akkor itt ez elég is lehet, de elrontotta, nem heavy DP jött ki. Itt egy lehetőség, akár CA-vel punishra, ha a Fireball dob, kivédte. Ó, egy kicsit preemptív volt sajnos. Set point.
tett pont ebben a körben. Ott egy counter hit, sajnos megint nem lett belőle kombó. És a minusz 3 után Crouching Medium Punch betalál Ryu-tól, és Tomsi jól érzi magát ebben a körben, viszont most jól eldobták. És jöttek a Tomsi a kombója. Bekevikig betalál, de nem lett belőle nagy kombó. Sweep. On block. Tomsinak elérhető egy CA, hogyha jól csinálja, akkor ez a kombó akár meg is illeti Barney, de nem, inkább a back throw lesz. És 10-1-re megnyeri ezt a szettet. Óriási meglepetésre. De sokkal tényleg közelebbi mérkőzésre számítottunk, és ráadásul úgy, hogy egyszer kikapott, és utána 10-szer egymás után. GG's. Megnyerte, úgyhogy gratulálunk Domsinak, és igen, köszönjük a részvételt mindkét játékosnak. Mindjárt visszahozzuk őket a voice chatre, hogyha esetleg van valami kommentjük. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Először is GG-s. Másodszor is. Meglepő eredmény, ennél sokkal közelebbi mérkőzésre számítottunk. Én nem. Igen. Én is azt gondoltam, hogy egyébként szorosabb lett. Most hát, ja. De egyébként fasza volt. Ja. Gratulálok, hát, Domsi, és köszönjük a részvételt. Igen, gratulálom. És köszönjük a részvételt. Ugye mivel téged abszolút nem ismertünk, ezért totális meglepetés volt ez így most, hogy a semmiből ilyen jól szerepeltél. Köszönöm szépen. Barneynek meg azt tudjuk mondani, hogy a Ryu back heavy kickje minusz 2. Amúgy igen. Azt nagyon sokszor lehetett mondani soha, mert azt szeretem azt a módot csinálni. A másik meg, hogy nézd át a moonsaultjaidnek a frame datáját, baby. Sokszor voltál plusz. Igen, nyomtam is ott gombokat. Ja, ja. Ja, hát ez most egy ilyen nap volt, de GG-s jó meccsek voltak egyébként. Volt egy-két szoros is, egy-két nem szoros is, és abszolút akciódús szettet láthattunk, úgyhogy mi voltunk a Revival FGC, és köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Találkozunk legközelebb, mi lesz a következő meccsünk? GG esté fog jönni, és hát most nincs itt előttem a táblázat, de hogyha tippelnem kéne, akkor a Bazal Z akták, igen, beugrott a Bazal Z akták fog jönni. Nagyszerű, akkor találkozunk legközelebb Guilty Gear Strive-val, ahol Bazal és Z akták mérkőzését fogjuk látni. Biken Zato, ha jól tudom? Az lesz, így van. Ha csak Bazalt nem vált közbe, Potemkine vagy gondolj szó. Nem hiszem, most elhivatott. Akkor Potemkine. De ja, majd meglátjuk, hogy pontosan mi történik. Úgyhogy találkozunk legközelebb, és köszönjük. Köszönjük, hogy néztetek. Sziasztok! Hello.